Talán minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés a Matthias Corvinus Kollégium mostani előadására. Megtelt a terem, ahol a diplomácia fontosságáról, a mindennapi életben betöltött szerepéről hallhatott gondolatokat a közönség. Az idén is próbálunk olyan aktuális témákat hozni, amik tulajdonképpen mindenkit érintenek. A középiskolás korosztálytól egészen a nyugdíjasokig jönnek hozzánk, hiszen szeretik élőben hallgatni az előadásokat, szeretnek kérdezni, valóban szakértő, hozzáértő, nagyon neves vendégekkel tudnak itt találkozni nálunk. A mai téma aktualitását egyrészt a diplomácia adja, hiszen valamennyiünk számára is szolgálhat tanácsokkal dr. Kis Rajmund, másrészt biztosan lesz szó az orosz-ukrán háborúról. Kis Rajmund az MCC diplomáciai műhelyének vezetője, aki több országban is szolgált nagykövetként, személyes élményein keresztül mutatta be a diplomácia, a kommunikáció, a tárgyalás fontosságát. Mint mondja, az érzelmi intelligencia nagyon fontos, a dialógus nem monológ, abból, ha üzengetnek a felek, akár egy háborúban, abból nem lesz párbeszéd. Azt is megtudhatta a közönség, hogy a sikeres diplomata ismeri a fogadó ország kultúráját, elfogadja, tiszteli annak kormányát, ismeri a gazdasági helyzetét. Az előadó a diplomácia egyik legfontosabb eleméről is beszélt a hallgatóságnak. Amivel nekünk, diplomatáknak vagy hétköznapi embereknek a hétköznapi nem sértés rendelkeznünk kell, az az alkalmazkodó képesség. Gondoljunk bele, mi történt a saját életünkben az elmúlt 3 évben. Hogy megváltozott az életünk a koronavírus hatásait személyesen, társadalmilag, egészségügyileg, gazdaságilag még ki sem hevertük, majd kaptunk egy akkora csapást a tarkóra a vizes törülközővel, amit korábban nem is sejtettünk, és ez lett a háború. Ezekhez a körülményekhez hogyan tudunk alkalmazkodni a mindennapjainkban, akár a kommunikációban? Kis Rajmund hozzátette, a tárgyalásoknál is változhatnak a körülmények. Néha hallgatni kell, hogy megtudjuk, mit szeretne a másik, ezzel időt is lehet nyerni, gondolkodni lehet a válaszon. A diplomáciában nagyon fontos még a tolerancia és a bizalom.